Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Tárlatról, Tárlatra című műsorunkban. Ezúttal Solymárra látogatunk el, Megtalált hagyomány című kiállításra, mely a dr. Jablonkai István helytörténeti gyűjteményben látható, most szombaton nyílt, és a kiállításnak a kurátora dr. Tóth Judit fogja bemutatni, aki a Szentendrei Ferenci Múzeum Centrum néprajzos múzeológusa. Hallgassák meg a riportot! Eszót Judit vagyok, néprajzkutató muzeológus, a Ferenci Múzeumi Centrum munkatársa. Több mint két évtizede járok Pest megye nemzetiségi területein gyűjtő munkát végezni. Konkrét feladatokkal, népviselet, kutatással kezdtem. Ennek kapcsán szembesültem azzal a dologgal, hogy a rendszerváltozás utáni időszakban, főleg a nemzetiségi egyesületek, önkormányzatok megalakulásával a nemzetiségek hagyományokhoz való viszonya, illetve nyitottsága, rossz szóval vagy jó szóval, nem is tudom, nagyon megerősödött, és a leginkább inspiráló dolog az volt, hogy ők jöttek és kerestek meg engem a múzeumban, hogy milyen korábbi anyagunk van, amire ők támaszkodhatnak. És hát azzal szembesültünk, hogy semmi gyakorlatilag. Aztán utána néztem a szakirodalmi leírt dolgoknak, kiadványoknak, cikkeknek, és itt nálunk az is hát gyakorlatilag minimális volt. És hát ez aztán egy teljes lökést adott ahhoz, hogy én ténylegesen a nemzetiségi kultúrával foglalkozzam. Ami a kiállítást illeti, ez, hogy a hagyomány ápolással, éltetéssel foglalkozik, nem egy klasszikus kiállítási téma, ugyanis elég megfoghatatlan. Valahogy úgy képzelné el az ember, hogy bemutatunk valami, ami tárgyasul, tehát az életmód tekintetében ugye régi dolgokat, mondjuk korábbi tárgyakat, múlt század eleje körülbelül, és akkor ugye megmutatom, hogy most hogy változott, vagy mi a színpadi fellépő ruha, a táncban használt ruha, vagy az egyéb. De ez egy nagyon didaktikus valami, és hát helyszüke miatt szintén nem lehetett konkrétan megvalósítani. Úgyhogy inkább csak ezek jelzésszerűen vannak jelen, és képekkel, filmekkel, kézbevehető és lapozó füzetekkel próbáljuk úgy a látogatók elé tárni, hogy azért élményszerű is legyen, és hát azt érzékeljék, hogy ténylegesen milyen sokszínű ez a kultúra. Három témakör köré csoportosítjuk. Az első a viselet, ami leginkább a nemzetiség identitásnak a legnyilvánvalóbb, legjellegzetesebb eleme. Itt talán Solymáron a legjobb rá a példa, itt a folytonosság azért nem szakadt meg, tehát eléggé sokan maradtak, sőt mind a mai napig, akik őrzik, viselik, ugye hordják ezt az öltözetet, illetve tisztában vannak és emlékeznek ennek a rendben tartására, az előállítására, tehát ez itt erre Solymára nagyon jó példa, a környékbeli svábok között is ez a település. A szlovákság tekintetében itt a Pilisben szerbek, szlovákok, németek, magyarok és még cigányok éltek 300 éve már együtt. A szlovák és a német tárgykultúra, főleg a viselet tekintetében nagyon hasonult egymáshoz, tehát átvettek elemeket, ezt egész konkrétan lehet követni. Az ő fellépő ruhájuk, illetve szereplő ruhájuk azért még megvan, de a mindennapokban, vagy úgy az összességét tekintve már kevesebb az ismeret, mint itt a solymári sváb viselettel kapcsolatban. A szerbekről pedig azt kell mondani, hogy gyakorlatilag semmilyen emlékünk nem volt róluk. Náluk már a 30-as években is csak színpadi öltözés volt, hogy egy akkor meglévő ruhákat fölvettek. Úgyhogy az ő velük való beszélgetés és a tartós ismerettség, meg hogy megbíztak már bennem, mint magánemberben is, azt eredményezte, hogy egy olyan 10 év után kerültek elő sorra az otthonokból, a fiókokból ezek a viselet darabok,
És itt most egy kicsit kuriózumként a kiállításban egy olyan öltözetet sikerült talán nem összeillő darabokból tenni, ahol még szerintem sehol nem volt kiállítva, és nem is láttak ilyen ruhadarabokat. Ez beleillik a hagyományőrzésnek abba a módszerébe, amit itt a környéken már szinte minden településen tapasztaltam, hogy van egy valamilyen kiállító tér, az akár egyesületi székház, vagy művelődési ház, vagy tájház, hol mi működik, és meghirdetnek olyan kiállításokat, akár milyen témában, sokszínű témában, hogy a helybeliek hozzák be otthonról, amiük van, azt kiállítják, dokumentálni is szokták, fényképezik, megjelenik mondjuk a helyi médiában, újságban, tévében, viszont láthatják, és ez fölértékeli ezeket a régi darabokat, tehát egy-egy ilyen visszaértékelődés nagyon nagy mértékben tapasztalható. A kutatónak pedig egy kincses bánya, mert egyszerűen ott helybe együtt lát egy csomó olyan dolgot, amiről nem is tudta, hogy létezik, vagy hogy rákérdezhet. Más dolog az, amikor fellépő ruhaként jelenik meg a viselet. Ebben egy nagyon jó tapasztalatom van, és jó irányba indult ez a folyamat, mert a folklór, a tánc, illetve a zene a nemzetiségeknél gyakorlatilag folytonosan színpadon volt korábban is. Viszont a föllépő ruhájuk inkább ilyen stilizáltnak mondható, tehát nem volt olyan precízen, hogy az hogy áll, hogy mi mihez való, hogy olyan kritikát mondtak főleg a férfiak nekem, hogy hogy néz ki, hogy az idős asszonyok a leányviseletbe, vagy az új menyecske viseletbe öltöznek föl, és úgy vannak a színpadon. Mostanra ezek teljesen visszarendeződtek, van, ahol eredeti ruhákat is föl tudnak venni, ahol annyi sok maradt, és hát van, ahol pedig még varratnak, vagy csináltatnak. És ami itt szintén itt Solymáron lett nagyon jellemző, és hát azt hiszem, hogy talán tényleg egyedülálló ebben a település, hogy azok az idős asszonyok, akik még lánykorukban maguk is viselték, vagy még most is viselik, és van kézügyességük, tudnak valamennyire varni, ők kimondottan ezzel a céllal készítik a viseletes babáikat, hogy az megmaradjon. Tehát bemutatási és megőrzési szándékkal a legtöbbet nem is szívesen adják ki otthonról, és több lakásba bemegy az ember, és van olyan, hogy egy egész szoba tele van népviseletes babákkal. Rendező Solymári, de úgy, hogy az életkornak, ugye a nemeknek, ünnepi alkalmaknak megfelelően, tehát gyerek, kislány, nagylány, menyasszony, új menyecske, idősasszony, gyászos korba lévő asszony, ezek ott mind megvannak, téli, nyári, eredeti, sokszor föl is használva eredeti darabokat ugyanabból az anyagból készítik. Tehát amikor én oda megyek, hogy milyen anyag az a kamgárn, vagy még batiszt, amiket ők nekem emlegetnek, akkor ott a babán meg tudják mutatni. Ennek igazából nem szabhatárt semmi. Az a kritika szokta őket érni, meg néha engem is, hogyha ezeket kiállításon bemutatom, hogy a babák, a játékbabák gyakorlatilag, tehát ki milyet tud szerezni, tehát azok ilyen csecsemő vagy gyermek formátumú babák, tehát viszonylag nagy a fejük például, vagy fiúbabát nem tudnak találni. Én azt mondom, hogyha bármilyen babára az öltözteti föl, aki ezt viselte és ismeri, akkor annak sokkal nagyobb értéke van, és hát tőlem bármilyen baba lehet. Egyébként elég szépeket találnak most már. Második témakör. A másik nagy egység, ami még megfogható, azok a szokások, elsősorban az esztendőhöz fűződő kalendáriumi szokások. Ezeknek a szocializmus időszakában az a része, ami közösségi térbe zajlott, visszahúzódtak, és hát maradtak azok, amiket családi körben, vagy zárt ajtók mögött, vagy az egyházi ünnepek közül is a templomon belül, vagy a templom udvarba lehetett gyakorolni. Szintén a rendszerváltozás után már hát ez is megváltozott, a vallásgyakorlás és illetve a vallásos szokásoknak a megünneplése, és ezekbe az a jó, vagy az a tendencia, hogy a közösség formáló erejük kezd erősebbé válni. Egy dolog a vallásos meggyőződés és a vallásgyakorlás, de vannak olyan látványos ünnepek, különösen itt a németség körében például az úrnapi körmenet meg a virágszőnyeg, amibe bevonódnak gyakorlatilag a település lakói, vagy a különböző egyesületek, szervezetek, cserkészek,
és alapvetően a németek vallási hagyománya volt valamikor, és most már inkább ilyen katolikus hagyomány, ugye, de inkább a lokalitás felé hajlik, tehát azt mondom, hogy elsősorban Solymári, Buda őrsi, és csak utána mondom azt, hogy német vagy sváb hagyomány. Ugyanez van például a karácsonyi ünnepekkel, hogy amikor a falu karácsonyfája volt még divatban, azért az, hogy hamarabb jön a Jézuska, és miért van ott már egy karácsonyfa, ez hát akkor is sokakba egy kicsit ilyen visszatetszést keltett, és hát most már, ha szétnézünk, akkor mindenütt adventi gyertyagyújtás van, tehát szépen a 4 adventi vasárnapot követően van csak ténylegesen már a Jézus születésekor a karácsonyfa állítás. Szerintem minden településen készítenek is közösségi térbe már Betlehemet, és sokfelé azt tapasztalom, hogy ténylegesen a bölcsőbe a Jézuskát jelképező bábú, az ténylegesen csak 24-én kerül bele, tehát ezt ennyire pontosan tartják. Aztán egy másik érdekes szokás itt a farsangtemetés, ami szintén a Buda környéki svábok sajátja. Eredetileg egy kocsmában zajló húshagyó keddi ténylegesen farsangot záró mulatságból, de ott csak a férfiak vehettek részt. Ez most már egy nagyon-nagyon jó közösségi rendezvény lett. Nem csak a farsangi bál, meg hogy beöltözünk, hanem olyan tekintetben is visszanyúlnak a régiekhez, hogy ténylegesen húshagyó kedden rendezik meg most is, és minél később, mondjuk este 10 órakor ez az utolsó esemény a bálba, ami mondjuk már 6-tól zajlik, és ezután bezárják tényleg a mulatságot. Tehát megmaradt valahogy ez a vallási tartalma is, de mégis egy nagyon-nagyon jó mulatság. Ténylegesen most már leginkább asszonyok, de eljátszák. Tulajdonképpen egy temetés paródia a keretében, hogy a farsangot eltemetik. Ezt itt egy valamilyen legény szokta képviselni, akit hát egy iszákos valahogy egy ennek megfelelő névvel illetnek, egy ilyen disznóforgató, forrázó teknőbe szokták belefektetni, és mindenféle latinnal és svábbal kevert hókusz-pókusz szöveg és siratás közben jelképesen eltemetik, aztán kiszaladnak vele a teremből, vagy kiborítják. És hát ezen kívül tényleg rengeteg kalendári szokások között is már nagyon sokat említhetnék, hogy a szlovákokról is essék szó. Az egyetlen folytonos, még amikor kezdtem mondjuk 15 évvel ezelőtt eredeti formában megmaradt ilyen közösségi farsangi népszokás, az Öpilis Szent Kereszthez kapcsolódik. Farsang végén ez a bizonyos Simon Júda járás, nem is tudom, Simonna Júda, így szokták emlegetni, amikor a vasárnapi miséről olyan dél tájba kijöve egy lovas szekérhez hozzákötnek egy hosszú szekérrudon keréken forgó bábút. Ez egy szlovák pár, szlovák viseletben van, és ahogy szalad a szekér, ők ezen a keréken forognak. Minden ismerős ház előtt megállnak, tehát körbe megy ez a menet, a zenészek ülnek a kocsin, körbe ment a településen, és ahol megálltak, ott vegyesen lakott, tehát még német lakosság is van, akár német ház előtt, akár szlovák ház előtt annak megfelelő zenét játszottak, a szekérrel menő kormányos megtáncoltatta ott az asszonyokat, és ennek ugye az volt a valahai mágikus értelme, hogy muszáj táncolni, hogy egészségesek legyenek, illetve nagyot ugrani, hogy nagyra nőjön a kender vagy a kukorica. Tehát ez volt ennek az eredeti értelme. Természetesen megvendégelik ilyenkor a kocsin ülőket, a zenészeket, és akkor így körbe jártak a településen. Még talán ma is járnak vasárnap, viszont ezt nagyon jól kihasználva, ezt a szokást, egy ideje már, tizenvalahány éve fesztivált rendeztek köré gyakorlatilag, amit már Funk Fesztiválnak neveznek, és az előtte szombaton zajlik, farsang vasárnap előtti szombaton. Most már a térségből tényleg mindenki itt van folklór műsorokkal. Eredetileg olyan felvonulás volt, hogy a keréken kívül még farsangtemetők is felvonultak. Ma már inkább ez a fesztivál jellege van meg, de ezt a kereket, a Simon Júdát még mind a mai napig húznák, és ugye jelen van a településen. Mi az összefüggés a tánc és az egészség között?
Én azt hiszem, hogy aki táncol, most ugye a népi tánc együttesekbe korábban meg egyszerűen csak táncolt, mert jól érezte magát, fiatal volt, bálba járt, az biztos, hogy testnek és léleknek ez ad egy olyan plusz, amit nem is kell szerintem így külön megfogni vagy magyarázni, hanem jó hatással van az embernek a lelkére is, meg a szervezetére is. Én mindig úgy szoktam összehasonlítani, elnézést, nem akarok ebben senkit megbántani, de amikor az írt steptáncosokat látom, akkor azt mondom, hogy na mellettük meg kellene mutatni a mondjuk a magyar népi táncnak a csapásolós legénytáncait, vagy hát akár páros táncot is, és akkor mindjárt ott vagyunk, hogy azok a mozdulatok, amiket most voltam olyan helyszínen, ahol mint ilyen egészségvédő vagy mozgási céllal kezdték ugyanazokat javasolni, amit a csapásoló legények végig, tehát hogy az ember üttögesse végig a végtagjait a lábuktól fölfelé, aztán visszafelé, tehát anélkül, hogy tudnánk róla, biztos, hogy egy ilyen felfrissítő vagy egy ilyen regeneráló oldala is van. Én azt gondolom. Most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Zene után folytatjuk műsorunkat, a kalendáriumi ünnepeknél tartottunk, folytassuk akkor húsvéttal. Visszatanulása folyik azoknak a régi szokásoknak, amik az egész ünnepkört jellemezték, tehát virágvasárnaptól kezdve tulajdonképpen a locsolkodásig. A németek nagyon-nagyon vallásosak voltak, és azok mind a mai napig. Megmaradtak vallásos énekeik is alkalomhoz kötve, és akkor nagy csütörtökön elhallgatnak ugye a harangok, nagypénteken keresztútjárás, a kálváriára mennek, az ahhoz való énekeket, az ahhoz való olyan szokást, hogy némán kell kimenni, és van egy másik szokás, hogy hajnalba megyünk föl a kereszthez, vagy a kálváriához szótalanul. Ott imádkozás van, és visszajövünk. Ezt szintén felújították már. Van, ahol mint közösség gyakorolja, és van, ahol mint felújított szokás, például Zsámbékon, az ottani táncegyüttes viseli ezeket a szívén, és ők, mint táncegyüttes tagjai indultak el valamikor, és hát most már gondolom, hogy csatlakoznak hozzá azóta a hívek is. Sem a szlovákok, sem a németek körében nem volt honos a locsolkodás, azt a magyarok kultúrájából vették át, hiszen itt mindannyian együtt éltek. A szlovákok egy saját maguk által font fűszfa korbáccsal, sibiribivel mentek, és megcsapkodták a lányok. Tehát az volt a lényeg, hogy minél korábban, lehetőleg még az ágyból kiugrasztva menjenek, keressék föl a lányokat. Egy kis szlovák mondók a kíséretében megcsapkodták a lányok lábát, és hát ennek egy egészség varázsló értelme volt, hogy frissek legyenek, egészségesek legyenek. A németeknél pedig ez a
mondóka, aminek gyakorlatilag ez volt a jelentése is, hogy frissességet és egészséget kívánunk. Ők meg ilyen szavak tekintetében mentek és jártak egymáshoz húsvétkra. Na most ez úgy összeolvadt, hogy a sibiribizők is azért már locsolkodnak is, vagy bekerült a hímes tojás is ebbe a kultúrába, meg itt a németségnél is bekerült. Igen, ám, de közben úgy eltelt az idő, és a fiataloknak már ez, hogy megyünk és megjelenünk a lányoknál, valahogy ez már, nem is tudom, talán egy kicsit cikinek érezték, vagy ódivatúnak érezték, tehát azért eltelt egy szerintem egy 20-30 év, amikor azt tapasztaltuk, hogy egyre inkább nem akarnak a fiatalok menni, és a lányokban pedig megmaradt ez az érzés, hogy ők meg szeretnék, ha ők meg lennének locsolva. És több táncegyüttes tagjai például nálunk Budakalászon is, akkor Török Bálinton is úgy elhatározták, hogy a saját fiataljaiknak ezt visszatanítják, és hogy ne is otthon, meg valahogy közösségi esemény lett ebből is, így közösen festik meg a lányokkal a hímes tojást, és van olyan, hogy szekérre ülnek, el is mennek otthonra, de a közösségi terükben, műfházba is például van ez a locsolkodás, vagy van, ahol bevállalják, és a vízzel, vödörrel való locsolást is visszahozták. Itt a kiállításban, amit tényleg tárgyként van megjelenítve, azok a múzeumi gyűjteményből származó szokástárgyak. Van közöttük például néhány hímes tojás, ami a szerbek kultúrájából való. És ha ránézünk, akkor ez egy szépen batikolt hagymahéba vagy tojásfestékbe, bolti festékbe mártott tojás. Ugyanilyen levélrátétel, amit akár ma is csinálnak a fiatalok. Tehát maga nem árulkodik arról, hogy ez milyen szokáshoz kapcsolódik. Náluk szintén nem volt a szerbek között húsvéti locsolkodás, hanem ők virágot adtak az ott a látogató legénynek, és amikor már tényleg locsolás lett, tehát eltelt mondjuk a két háború közt már szokássá vált, akkor sem hímes tojást kapott a locsolkodó legény, hanem virágot. Az ő húsvétjük a pravoszláv húsvét 10 nappal később van, mint a keresztény húsvét, és ők ezeket a temetőbe szánták, tehát azért készítették, mert akkor van a húsvét utáni vasárnapot követő hétfőn az úgynevezett halottak húsvétje, ha lefordítjuk, ruzicsáló szerb nyelven. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezen az ünnepen, a Krisztus feltámadásának ünnepén a halottaikról is megemlékeznek annak reményében, hogy az őseik voltak, tehát a család összekapcsolódik, és hát valamikor is találkozni fognak. Ez kifejeződik abban, hogyha jó idő volt régen, akkor akár az egész napot is ott töltötték a temetőben. Régen szokás volt, hogy meg is terítettek a síron, tehát az elhunytra való emlékezés, vagy hogy ők is részesüljenek ezekben a javakban. Letették a sírra ezeket a tojásokat, egészen nagy mennyiségűt, és ott beszélgettek, megkínálták egymást, tehát tulajdonképpük ma is úgy mesélik el, hogy ez egy örömünnep, azért, mert találkozik a család. Ehhez tartozik még ennek az egyházi része, hogy a pap kimegy, és az évben újonnan elhunytak sírját megszenteli, és föl is sorolja egy ilyen halottas könyvből a család tagok neveit, tehát viszonylag hosszú szertartás. Ez az úgynevezett ruzicsáló. Az ott lévő nagyon sok főtt tojást pedig korábban megételt is, amit a síron hagytak, azokat a szegények összeszedték, tehát jelképes értelemben azért mégis valahogy jó helyre került, és a halottak, meg a család, meg az újonnan rászorulók, vagy a most rászorulók valahogy ebben a közös ünneplésben találkoztak. Kiállításon egy érdekes dolog, hogy tojások vannak karácsonyfadíszként. Ez hogyan alakult ki? Ez bizony, azt hiszem, hogy a szegénységnek a hozadéka, a hajdani szegénységnek, egészen pontosan nem tudok retet, ez csak valami következtetésem, de onnan gondolom, hogy Piliszentkereszten és Piliszánton készítették az asszonyok, már a háború előtt is, tehát aki ugye nem láthatja, ezt most el kell egy kicsit mondani, hogy kifújt tojást vontak be maradék színes anyagokkal, színes papírral, vagy fényes, piros, vagy arany, vagy ezüst színű papírral,
azt különböző zsinórokkal, valamikor viszont kákabéllel, amit gyűjtöttek össze a határba, azzal díszítették, tettek rá egy kis akasztót, és akkor ők ezt, mint karácsonyfa díszt árulták karácsony előtt, akár piacon, akár házaltak is vele, és hát ebből volt valami kis plusz jövedelmük. A szebb változata ennek, amikor mindez madárformát öltött, tehát a madár teste a kifújt tojás hasonlóan földíszítve, a szárnyai legyezően összehajtogatott papírból vannak, és a feje, meg a díszítményei a szintén ilyen hullámosan oda ragasztott kákabél. Ez a madár, vagy hogy lélekmadárnak is mondogatják, erre sokan emlékeznek még a mai élők közül is, akiknek például gyerekkorukban megvették a szülei, az volt a meglepetés, hogy az asztal fölé a lámpára kötötték, a másik végét meg az ajtóhoz egy zsinórral, és ahogy az ajtó nyílt, csukódott, ez a madár, ez leföl, libegett az asztal fölött, és hát ez a gyerekeknek egy külön karácsonyi ajándék volt. Hagyományos ragasztóval, mint például a csiriz rögzítették a kákabelet, vagy pedig modern? Teljesen hagyományos módon, igen, igen, így tudom. És ki még csinálja, hát, hogy ő hogy ragaszt, én is kaptam a múzeum számára, de ezt nem kérdeztem meg őszintén szólva. Lehet, hogy már valami újabbat is beletesznek, de hogyha ezt idős készíti, akkor ő biztos, hogy a hagyományos módon készíti. Volt szó az ünnepekről, a viseletről, mi a harmadik egység? A harmadik egység, ami egy kicsit a címre hajaz, úgy fogalmazhatnám meg, hogy a teremtett és a kitalált hagyományokat foglalja magába. Ezek úgy keletkeztek lényegében, hogy egyrészt több olyan dolog volt régről, ami egy-egy közösség, tehát az örökségéhez tartozott is, tudott is róla, de hogy ez ténylegesen hogy zajlott, arra már nincsenek adataik vagy emlékeik. Ilyenkor vagy leírást olvasnak, vagy más településen, ahol jártak és látták a szokást, azt lemásolva igyekeznek meghonosítani a saját településükön is. Aztán olyan is előfordul, hogy soha nem volt mondjuk egy bizonyos településen, mondjuk Szent Orbánnal kapcsolatos megemlékezés, és akkor ezt valahol látták, vagy valaki, akinek fontosnak tartotta, készítettek szobrot, és akkor oda mind a mai napig kijárnak megemlékezni. Tehát ezeknek megvan a tényleges hagyomány alapja valahonnan. Viszont ezek a nemzetiségi közösségek ugye egyre kisebb létszámúak ma már, illetve az arányszámuk egy-egy településen, de hát drasztikusan lecsökken, főleg itt a főváros környékén, hogy olyan nagy számú betelepülő van. És igyekeznek azért őket is valamiképpen bevonni ezekbe az ünnepségekbe, vagy nem is ünnepség, hanem nem is tudom, fesztivál lett belőle, és akkor olyan módon megfogalmazni ezeket a hagyományőrző rendezvényeket, hogy őket is bele tudják vonni. Tehát nem egy szűkebb közösségnek lesz az ünnepe, hanem egy lokális közösségnek, tehát mondjuk hogy már településnek lesz ez az ünnepe. Tehát olyanokat próbálnak bevezetni, ami tényleg közösséget megmozgató. És egy slábsághoz kapcsolódó példát mondanék itt. Nagyon sokáig csak a kitelepítés szomorú tényét ünnepelték, hát erről a tényről emlékeztek meg a környező településeken. Egy idő óta pedig, hál' Istennek, különösen úgy, hogy a 300 éves betelepülés körüli időszakot éljük most, azt hiszem, hogy Szent Ivánon volt a legelső példa, hogy a svábok betelepülési ünnepét szervezték meg. Az egy monumentálisra sikerült, mert fantasztikus jó rendezvény lett, szerencsére, amiben nem csak ők, hanem minden a környékről is, mint a betelepülési menet, tehát gyakorlatilag ő mindenki részt vett, és ez a példaként hatott a környékbeliekre, és máshol is egyre több helyen megrendezik, a kerekévfordulókon szintén, de olyan is előfordul, hogy nem kerek az évforduló, csak azt mondja a pillanatnyi testület, vagy akik aktívan dolgoznak, hogy most megrendezzük, mert
most akarjuk megrendezni ezt az ünnepet. És akkor itt például ez már hagyomány lett Solymáron, tehát itt évente megrendezik, de van, ahol csak 5 évente rendezik meg a betelepülési ünnepet, és ennek lett jó szimbóluma ez a bizonyos ulmi hajó. Annak idején a svábok itt a Duna mentén hajóval érkeztek meg, és mint szimbólum ez a ulmis katuja, vagy van, ahol tutajnak nevezik, ez egy teljesen elterjedőben lévő eleme most ennek a felújított kultúrának. Megjelenik ténylegesen, mint tutaj, olyan módon is, ami hát számunkra nem is lenne egyértelmű. Például Pilisvörösváron tutajhúzó versenyt hirdettek meg, és amikor ezt legelőször meghirdették, annak ez volt a meghirdetésben a szövege, hogy a betelepülésre való megemlékezés, tehát hogy a tutaj benne legyen, de hát itt nincs víz, amin mi menni tudnánk. Ők így próbálták bevonni ezt az elemet a Vörösvári Napok rendezvény sorozatába, ami szintén már nem ugye sváb rendezvény, hanem az egész települést érintő. Ahol közel vannak vízhez, például Dunaharasztiba, ott viszont tutajos találkozó címmel rendezték meg. Az is fesztiválformát öltött, a környékből tehát meghívták a sváb egyesületeket. Mindenki valamilyen vízi járművön érkezett, viseletbe, énekelve, dalolva, és akkor ez a tájházban egy-két napos ünnepséggé fesztivállá bővült. Így tényleg mindenki egymásra talál ebben a dologban. A térségi rendezvények azok azért az most már minden települést megmozgat, tehát vannak, nem tudom, északi régió, pesti régió, főváros környéki, ilyen-olyan, ahol ezek a közösségek rendszeresen összetalálkoznak. A nagyok, ugye ez jellemző a szlovákokra és a svábokra. A szerbek már nagyon kevesen vannak létszámban. Az ő kultúrájuk azért nem mutatkozik, meg úgy veszem észre, mert ők magukon is azt tapasztalják, hogy olyan kuriózumként néznek rá a többiek, mert ugye az ő egyházi szokásuk, illetve nyelvük teljesen összefonódik, és családon belül, meg egyházon belül ez teljesen természetes, tehát nekik nem kellett fölújítani, vagy valahonnan vissza tanulni ezeket a hagyományokat, mert ezek mind a mai napig élnek, de csak a szűk közösségükön belül. Egyedül a zene meg a tánc az, ami úgy nagyobb nyilvánosságot kap, és a tárgyi kultúrájukat viszont nagyon kevéssé ismerjük, úgyhogy náluk is találkoztam már például ilyen rendezvénnyel, hogy hát kiállítás a faluházba, vagy a közösségi házba címmel adhatnék itt a kiállításon belül is ennek egy ilyen kis külön sarkot és egy ilyen kis címet, mert ők is van, hogy elhozzák, amiük van, de hát ennek a legtöbb része fénykép, hál' Istennek, mert az is nagyon jó. Te ünnepi textil, és hát egy-egy kivételes viselet darab. Hogy tovább folytassam ezt a vonulatot, a fényképek kapcsán egy nagyon fontos dolog, ami ezt a hagyomány értetést talán nem kérdőjellel fogja végezni, hanem távlatokba is lehet ebbe gondolkodni, hogy ez a mostani digitális technika, ez hatalmas lehetőséget ad a megmutatkozásnak. És régóta vannak olyan közösségi oldalak, akár egy-egy nemzetiségi egyesületnek vagy önkormányzatnak alapja, akár értékvédő települési honlap, mondjuk az előbbire például a Zsámbéki Tánc Együttesnek van egy oldala, a csömöri szlovákoknak. Itt Solymáron a Szép Solymár lapot említhetem. Van a Pilisi Sváb Hírmondó. Ezek már viszonylag régen úgymond üzemelnek. Én szinte innen tudom ezeket a bizonyos hagyományőrző vagy hagyományértető rendezvényeket, fesztiválokat. Tehát ez tudósít is ezekről, utána beszámol fotó és film felvételekkel, illetve nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy archív fotókat is föltegyenek, ezeket kommentálják, tehát egy kutató számára, vagy akár egy érdeklődő számára is ez egy kincses bánya. Éppen tegnap volt Török Bálinton egy ilyen oldalnak a bemutatása, ami hát ahogy telik az idő, nyilván egyre
egyre precízebb és profibb, emögött egy múzeumi nyilvántartó, vagy könyvtári nyilvántartó rendszer van, amit megvásároltak, és az az érdekes a dologban, hogy a kitelepítés kapcsán Török-Bálinton nagyon-nagyon kevés fál lakos maradt, és ott is hát csak néhányan élnek már, akik akár a dialektusra, akár bármilyen helyi kulturális elemre emlékeznek még. Ő hozzájuk, de nyilván el lehet menni, ezek főleg a szellemi kultúrához kapcsolódó dolgok, és nagyon nehezen állt össze, például én próbáltam egy a szokásokkal meg a viselettel kapcsolatban egy tanulmányt megírni, hát elég nehezen gyűlt össze hozzá az anyag, és ezt talán, nem is tudom, fölismerve, vagy nagyon akarva, és a családfa kutatást is szem előtt tartva, kezdték gyűjteni az archív fényképeket, amit ugye Németországból is vissza lehet hozni, tehát össze lehet még gyűjteni, és két lelkes lokálpatrióta 4-5 éves munkája kapcsán már olyan 5000 adatolt fényképnél tartanak, ebből körülbelül 3000 rajta van már ezen az oldalon, de rajta vannak filmek, a sváb dialektussal kapcsolatos riportok, térképek, tehát ez sok-sok klasszikus ilyen monográfia anyagát tartalmazza már, és hát az az előnye megvan, hogy bővíthető, hozzáférhető, úgyhogy nagyon-nagyon jó lehetőség ez, és ez megragadja a fiatalokat is. Tehát ő ilyen módon őket is közel lehet hozni, ha már úgyis ott ülnek a számítógép előtt, össze lehet hozni ezt a hagyományok megismerését azzal, hogy most használjuk a digitális technikát. Többször említetted azt, hogy német, meg sváb. Tehát, mintha itt a környéken a németek, azok nem csak svábok lennének, hanem mondjuk bajorok, szászok, vagy akármilyen más németek is. Az én megnevezésembe is keveredik, mint ahogy a mai köznyelvben is. Itt a Pest környékén élő németek nem svábok, tehát ők nem svábföldről érkeztek, és én, amikor először bárkihez beszélgetni mentem, akkor ha azt mondom, hogy német, azt olyan nehézkesnek éreztem, a svábot pedig nem is nagyon mertem mondani, mert gondoltam, hogy hát, hogyha vagy megbántok valakit, vagy pontosan ugye a kitelepítések is a sok-sok trauma kapcsán meg rosszul érinti őket. És azt tapasztaltam, hogy ők maguk kezdték magukat már jó régen svábként jelölni, tehát valahogy nem tudom, hogy minek a kapcsán, lehet, hogy a média kapcsán is, de teljesen köznyelvi szóvá vált a sváb kifejezés, gyakorlatilag minden Magyarországon élő német ajkúnak a megnevezésére használják ma már ők maguk is, illetve aki velük találkozik és utal rájuk ők is. Úgyhogy ez egy teljesen pozitív tartalmú szó már, és úgy veszem észre, hogy jobban kifejezi az identitásukat, mint hogyha azt mondom, hogy német vagyok. De lehet, hogy ez egy ilyen ellentmondás, de a Magyarországhoz való kötődést valahogy jobban érzékelteti itt a mindennapi szóhasználatban. Említetted, hogy rajtuk kívül még a cigányság élt itt, mint nemzetiség. A cigányok mennyire voltak hatással ezekkel a nemzetiségekre, illetőleg viszont volt-e, vagy kimutatható-e hatás, van-e ilyen kutatás? Én nem tudok sem kutatásról, sem pedig különösebben hatásról. Ez itt egy viszonylag szűkörű réteg, tehát elsősorban a Pilis, Csobánka, Pomáz környékére vonatkozik, ugyanis az ottani cigányok még hát szinte középkorú eredetűek, és ők szekkovácsolással, tehát cigánykovácsok voltak eredetileg is több száz éven keresztül, egészen a 20. század közepéig, amikor megszűntek ezek a kis ipari üzemek, mert a legutolsó időkig ők szekkovácsként dolgoztak, hát már üzemszerűen. A kultúrájuk igazából magyar cigány kultúra, és a cigány kutatások érintették őket is, tehát felkeresték őket, viszont azt, hogy összehasonlítva legyen bármi mással a környéken, az azt nem. Nyilván, hogyha nagyon ismernénk, akkor akár a szóhasználatukba, bármi másba valamit biztosan lehetne találni, de ehhez az kellene, hogy a velük együtt élő másik három nemzetiség, mert például Csobánkán ott voltak a szerbek, a svábok, a magyarok is,
és még a szlovákok is, és Pamázra is ugyanez a jellemző, tehát ott 4-5 nemzetiség természetes volt, hogy találkozik. Bármilyen más tekintetben is nagyon-nagyon sok hozadéka lett volna annak, hogyha időben valaki hozzáfog, és ezt az összehasonlító kutatást szívügyének tekinti és elkezdi, de hát pontosan az a gond, hogy ha most mennénk is, gyakorlatilag nincs korábbi anyag, tehát nincs mivel összehasonlítani. Úgyhogy ez egy folyamat lenne, és hát én ezt nagyon sajnálom, hogy ez így nincs meg. Azt még tapasztalni, hogy akár itt a környéken is most már sokkal több cigány családdal találkozunk, mint korábban. Itt az a helyzet állt elő, hogy akiket volt, hogy akár a svábok helyére is telepítettek a háború utáni időben, de ők más cigány törzshöz tartozók, azt hiszem Csabánkán is most már 3 fajta cigány kultúra van, akik viszont egymással sem találják meg a hangot, tehát valami ilyen nem férünk meg egymás mellett, ennek ez az eredője. És sokan nem tudják, hogy mi okozza ezeket a gondokat, tehát a régi együttélés, amit ma már mindenütt úgy kommentálnak, hogy azért az szép volt, jó volt, beszéltük egymás nyelvét, nagyon komolyabb vagy baráti viszonyba kell ahhoz kerülni, hogy azért elmondják, hogy de bizony voltak itt korábban is ellentétek, csúfolódások. Ez igazából a nagy politika szintjén erről tud a közvélemény. Itt nem voltak ezek ilyen mértékűek, inkább ilyen csipkelődés vagy ilyesmi, amire a maiak emlékeznek. De én azt mondom még mindig, hogy egy tájra érkeztünk, és tulajdonképpen együtt alkalmazkodtunk, mondjuk itt a Buda környékén, ez a legmeghatározóbb ebben a kulturális együttlétben, és ehhez mostanában csatlakoznak már azok is, akik most települtek ide. Nem mondom, hogy nagyon, nagyon nagy számban, de azért mindenütt van egy olyan réteg, főleg ahol a gyerekek mondjuk elkezdtek táncolni, vagy valahogy a helyi kultúrához kapcsolódni, hogy ide tartozónak vallják magukat, és ez büszkeséggel is tölti el őket, és akkor magukénak kezdik vallani ezt a nem a sváb vagy a szlovák kultúrát, hanem azt mondom, hogy igen, a nem tudom, a szántóit, vagy a solymárit, vagy a gudaőrsit. Én nekem most hát ez lenne a fő dolgom, hogyha bírom, vagy győzöm egyedül, hogy valahogy ezeket a folyamatokat kövessem, és hát erre ez a hagyományos kultúra, meg ennek a ágaboga, amerre mostanában elindul, hát ez a legjobb lehetőség és alkalom. Nagyon-nagyon sok szálon van, úgyhogy nagyon nehéz követni, bemutatni még nehezebb, és hát ami a legértékesebb talán számunkra is, meg hát remélem, hogy mások számára is, hogy ezeket egyre jobban tudjuk dokumentálni, és hát remélhetőleg lesz egy olyan adatbázis, amihez majd a következő generációk nyúlni tudnak, és hát hamarabb szembesülnek, vagy megtalálják ezeket a akár szokásokat, akár bármilyen elemet, amit a kultúráikból keresnek, mint ugye, amit a mostaniaknak kell. Mostaniak azért hosszabb idő alatt, és kicsit nehézkesebben találták meg, ahol ezt keresni kellett, ahol nem volt folytonosság. A kiállításnak a sorsa itt most egy hónapig látható, utána mi lesz ezzel az anyag? Többen érkeztek most a megnyitóra, akikkel tudtam beszélni, és valószínűleg, ha nem is közvetlenül a solymári után, de el fog jutni akár Pilisszent Ivánra, lehet, hogy Piliscsévre is. Egy biztos pont van eddig, hogy Ráckevén az Árpád Múzeumban valamikor szeptembertől kicsit hosszabb ideig lesz látható, mint itt Solymáron most. Ismét zene következik, majd a Kaleidoszkó. Thank you.
kalejdoszkóp. Ha már babákról beszéltünk a beszélgetés során, akkor a Déri Múzeumnak a Nihon Ningyo Rítus és Játék című kiállításával kezdem, ahol porcelánból készült babákat mutatnak be, a japán kultúra sokszínűségét, a hagyományos és jellegzetes néprajzi elemeket mutatják ezek a babák, amik nagyon különböző céllal tudtak készülni. Nagyon régóta készülnek, a legkorábbi babákat Japánból, a Jomon kultúra idejéből ismerjük, ez Krisztus előtt 8000 és Krisztus előtt 200 között volt, majd utána a következő Kofun kultúra idejéből pedig halotti babákat ismerünk, és aztán a későbbi időszakból, Krisztus előtt 3-ból ismerünk olyan szokást, amikor a fűből készült babákat beledobták az Ise Shrine folyóba, és tulajdonképpen ez a szertartás a mai baba fesztiváloknak, a Hinamatsuri-nak az elődei. Tehát sokféle babát készítettek, a babáknak nagyon sokféle nevük van, és volt olyan időszak, az úgynevezett Edo periódus, 17-19. Század közti időszakról van itt most szó, amikor például a törvények büntették azokat a babakészítőket, akik nem a megfelelő méretben és anyagból készítették azokat a bizonyos babákat. Más vidékre visz minket Budapesten a Civilház, a Kolosi téren, amelyik végtelen történet Sziráki Lili fotográfus kiállításában a tájat, mint letisztult struktúrát és az embert mutatja be. Ő egyébként a Karitárt Alkotóháznak a tagja, képalkotással, művészeti projektek létrehozásával foglalkozik, és az alkotásain a digitális technika mellett klasszikus, analóg és képzőművészeti fotográfiai technikák egyaránt láthatók. Itt a kiállításon műveiből egy válogatást lehet megtekinteni. Győrben, az Eszterházi Palotában szintén fotókiállítást látható Képekben az élet címmel, itt pedig Győr legendás fotóriporterének, a Kisalföld fotóriporterének az életművét mutatják be, pontosabban Szűk Ödön saját maga válogatta a legkedvesebb felvételeit lehet látni. Nyíregyházán a Jós András Múzeumban a fotókon kívül tárgyakat is bemutatnak a Lengyel Ulánusok a Jós András Múzeumban című kiállításon. Az ulánusokkal kapcsolatban tudjuk, hogy ők a 17. századig nyúlik vissza történetük, akkor jelentek meg. A jellegzetes fegyverük a szabja mellett egy láncsa volt, ami közel 3 méter hosszú, Gidának vagy Pikának is nevezték. A két világháború között a 7. ulános ezred Minszk Mazovieckiben állomásozott, és ennek a hagyomány őrzői azok, akik itt a kiállításon nagyon sok adatot szolgáltattak, tárgyakat is, és ezeknek a segítségével az ulánusok hétköznapjait meg lehet ismerni, de festmények és fotóanyag is segít ebben. Ha már itt hagyományokról van szó, és a múltról, akkor a Veszprémi Laszkó Dezső Múzeum a következő, Arany 200, Arany János Balladái Udvardi Erzsébet képi megjelenítésében címmel látható itt egy kiállítás. A festőművész a balladákat egyedi módon jeleníti meg, arany és ezüst fólia sajátos használatával, ami egyfajta különleges csillogást ad a műveinek. Arany legmeghatározóbb balladái jelennek meg, és első pillanatra talán komorak, ugyanakkor alaposabban megnézve játékosságot, illetőleg Udvardi Erzsébet személyiségének derűs oldala is megnyilvánul benne. A technika tehát kevert festészeti technika, és ahogy Udvardi Erzsébet fogalmazott, a nagy költő mesterien tudott a szavakkal festeni, és tulajdonképpen a nagyméretű kompozíciókkal, amiből itt 24 darabos sorozat látható, ezt a festést mutatja be a festészetnek az eszközeivel. Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban egy másik évfordulóra emlékeztek meg. Kamara kiállítás Jules Massenet születésének 175. évfordulójára. Itt Massenet francia zeneszerző műveinek hazai fogadtatását, előadástörténetét mutatják be, illetőleg életművét és életművének magyar vonatkozásait. Mert hogy ez bőségesen volt, kezdve azzal, hogy 1879-es szegedi árvíz kapcsán kinyilvánította magyar barátságát,
hogy 1865 és 85 között négyszer látogatott el Magyarországra. Az egyik operáját, a Heródiásnak az előadását maga vezényelte. Jó kapcsolatban állt Liszt Ferenccel, Hubay Jenővel és Zichy Gézával például, vagy például Podmanicki Frigyessel is, akivel a Nemzeti Színházban intendánsa volt, vele a Lahore királya című operájának a budapesti bemutatója kapcsán levelezett. Hubayval zenei kooperáció emlékét őrzi azt, hogy van olyan kézirat, amelyikben mindkettőjüknek a írása megtalálható. Liszt Ferenccel egy indulót együtt készített a szegedi árvízkárosultaknak a megsegítésére, tehát bőséges kapcsolati anyagban. Mindezekről, illetőleg a műveiről jelmezés, díszlettervek, színlapok, fényképek, librettók, gramofonfelvételek, illetőleg tulajdonosi bejegyzéseket őrző zongora kivonatok is láthatók. Ha már zenéről van szó, a Zenetörténeti Múzeumnak Vanda Luzzato és Hubay Jenő Budapesti Hegedűiskolája című művét is említsük meg. Hubay Jenő, mint említettem, Jules Massenet-val is jó kapcsolatot ápolt, de nem csak vele, hanem világhírű magyar hegedűiskolája, amely mintegy 50 éven keresztül működött, és nemzetközi hírnévre tett szert. Ebben a korszak egyik zsenie is, Vanda Luzzato is tanult, akit ingyenesen hagyott bejárni az óráira, úgy oktatott. Ő arról nevezetes, hogy 12 vagy 13 évesen a olasz zenei konzervatóriumot elvégezte már. Következő kiállítás, amit szeretnék a figyelmükbe ajánlani, Kaposváron a Fekete István látogató központban Karó közt a potyka. Kisszerszámos halászati kiállítás tulajdonképpen, és a karó a varsára vonatkozik, a varsának a karóira, mert ha egyszer oda bement a hal, akkor már nem tudott onnan kijönni. De nem csak a varsával lehet itt megismerni, hanem a kuttyogatóval, a kecével, a csikkással, és a hal és növénypreparátumokon keresztül azzal a vízi élővilággal, ami a kisszerszámos halászat számára annyira fontos volt. Általában egyedül végezték, kiegészítő tevékenységként, de ahhoz, hogy eredményes legyen, kellő furfanggal és terepismerettel is rendelkeznie kellett. Nagyon jól mutatja, hogy hogyan is történt ez, Hermann Ottónak a halak biológiai sajátosságaira alapozó rendszerezése, a Magyar Halászat című könyve. A kiállított tárgyak egyébként itt Kaposvári Riprónai Múzeumból származnak többségükben, de a Pécsi János Pannonius Múzeum, illetőleg a Budapesti Néprajzi Múzeum és a Keszthelyi Balatoni Múzeum is hozzájárult a kiállításhoz. Kecskeméten a Cifra Palotában másfajta kincseket mutatnak be, Kincses Kecskemét. Válogatása Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti és történeti tárgyainak az elmúlt évtizedben történt gyarapodásából, ez az alcíme, és nevéhez híven régészeti, történeti és néprajzi kiállításról van szó, több mint 10 000 tárgyból és dokumentumból válogattak, ennek megfelelően színes a spalettája. Értve az alatt, hogy például a 18. századi kecskeméti kádárcének a korsója megtekinthető, reformkori tárgyakat, családi dokumentumokat, ritkaságokat lehet látni, 20. századi polgármesterekhez kötődő hagyatékokat, történelmi viseleteket és régészeti emlékeket, mint például a kiskörösi bronzkori aranykincset, vagy a szanki tatárjáráskori aranyakat, a szalkszentmártoni avar vezér sírmellékleteit, vagy akár a 12. századi Szent Péter erekje tartót. Művészetről lévén szó, a mai modern művészetre is térjön ki. Budapesten a Ludwig Múzeumban El nem kötelezett művészet, Marinkos Szudák gyűjteménye címmel egy olyan gyűjteményt mutatnak be, amely a volt jugoszláv államokban a hidegháborús időszakban létrejött avantgárd művészeti tevékenység eredményeit összegzi, és nem csak magukat a műveket, hanem az archívumban teljes dokumentációs anyag is van a művek keletkezésével, bemutatásával kapcsolatban. A kiállítás Milánóból érkezik,
és az FM Centro per l'Arte Contemporanea kiállító termében mutatták korábban be. Érdekes lesz majd az április közepén nyíló párhuzamos avantgárd kiállítással együtt vizsgálni, ez utóbbi a pécsi műhely tevékenységét dolgozza fel. Budapesten a Bálnában Határtalan Design egy másik modern, ezúttal napjainknak a művészetét bemutató kiállítás, 11 ország közel 100 tervezőjének az alkotásai láthatók, tehát cseh, lengyel, szlovák, dán, ész, finn, lett, litván, norvég, svéd és más országoknak a dizájnerei mutatkoznak itt be, bútorok, lakástextilek és dizájntárgyaknak a segítségével. Vannak sorozatgyártott termékek, kisszériások és nagyszériások, illetőleg egyedi alkotások is. Mindezzel a dizájn sokszínűségét, üdítő frissességét szeretnék bemutatni a szervezők, de az egyéni látásmódról sem kívánnak megfeledkezni. A magyar fiatal és középgenerációs tervezők is természetszerűleg jelen vannak. Például Texhibition projekt formájában, amely 5 hazai gyártó és közel 20 textiltervező együttműködésében valósul meg, vagy pedig a Budapesti Metropolitan Egyetem, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem és a Nyugat-Magyarországi Egyetem hallgatóinak a munkáival. Gazdag szakmai és társművészeti program kíséri a kiállítást, illetőleg a Határtalan Design címmel díjat is alkottak, eredetiség, innovatív megoldások és magas design tartalom alapján dönt a zsűri. Szintén Budapesten a Vigadó galériában a közelgő húsvétra emlékeznek, a Húsvét titka címmel, alcím Utolsó vacsorától a feltámadásig, Borza Teréz porcelán szobrászművész kiállítása. Itt a művésznő, aki egyébként porcelán szakon végzett, egyedi technikával alkotott porcelánból, üvegből, merített papírból, kőből és fából készült alkotásokat mutat be, amelyek 1991 és 2015 között készültek, ezek a szakrális alkotások egyedi installációban jelennek meg. Előzetesként pedig a budapesti műcsarnokra szeretném felhívni a figyelmet, Art Deco a pusztán, Sajó Istvánnak a kamara kiállítása tekinthető meg, aki bár magyar volt, Amerikában futott be nagy karriert, honvágyától üzve viszont hazaköltözött Debrecenbe, és itt nagyon érdekes, izgalmas alkotásokat hozott létre, olyanokat, amiken még az amerikai hatás érződik, illetőleg a letisztult formavirág is, funkcionális köz- és magánépületek tervezése formájában. Az épületeknek egyrészt megvannak a fényképek, hogy hogyan néztek ki, egyrészt ők magának Sajó Istvánnak a saját felvételei, és vannak mellé téve olyan képek, amik a jelenlegi állapotot tükrözik. Emellett szabadkézi vázlatrajzok és tervrajzok is láthatók, illetőleg különlegesség lesz a stilizált színházi térhatású dolgozószoba, amelyet Art Deco bútorokkal és tárgyakkal rendeznek be. Mindehhez korabeli filmhíradót is meg lehet tekinteni, az 1930-as, 40-es évek kulturális és közéleti eseményeiről. Ezzel búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.